Miért érdemes egy kávézó tulajdonosának a ganodermás kávéval foglalkozni? A statisztikák szerint az emberek 10 csésze kávéból 8-at otthon fogyasztanak el, és csak 2-t valamilyen vendéglátóipari helyen. Hogyha te egy kávézót üzemeltetsz, akkor te ennek a 20%-nak egy bizonyos kis szeletéből részesülsz, abból, amit éppen történetesen a te kávézódban fogyasztanak el. Én tudok egy módszert arra, hogy hogyan tudnád a profitodat növelni. Tételezzük fel, hogy beregisztrálsz a DXN-hez törzsvásárlónak, és felveszed a palettára a DXN ganodermás kávéit is. A következő előnyökkel számolhatsz. 1. Ingyen reklám, ugyanis a DXN egy belső felületen a tagjainak közzéteszi azoknak a kávézóknak a listáját és a címét, ahol ganodermás kávét mérnek. Amit aztán a tagok használhatnak arra, hogy oda szerveznek találkozókat vagy bemutatókat. 2. Hogyha te törzsvásárlónak beregisztrálsz, akkor 25% kiskereskedelmi árrést is zsebreválhatsz, ugyanis törzsvásárlóként te nagyker áron kapod a kávékat és az összes terméket. Ez a 25% ennél több is lehet, mert hogyha egy DSP csomaggal regisztrálsz, akkor 110-130, illetve akár 150%-át is visszakapod a csomag árának. De erről majd akkor beszéljünk, amikor csatlakozni akarsz. És most jön a harmadik, a legnagyobb előny, amihez képest az eddigiek csupán apró pénz. Képzeld el, hogy ez egyik vásárlód, aki lehet csak egy véletlen beeső vásárló, aki még soha nem járt te nálad, és lehet, hogy nem is fog jönni soha többet. Mondjuk megtetszik neki ez a ganodermás kávé, az íze vagy a hatása. Be tudod magadhoz regisztrálni. És ezzel azt éred el, hogy nem csak a 2 csészéjéből részesülsz valamilyen százalékban, amit kávézóban fogyasztál, hanem a teljes kávé fogyasztásából, mind a 10 csészéjéből. A következő előny, hogyha mondjuk ez az ember tovább ajánlja ezt a dolgot a barátjának, aki mondjuk még soha az életben nem járt a te kávézóban, és az a barátja is beregisztrál, akkor te onnantól kezdve az ő barátja kávéfogyasztásából is részesülsz. Hogyha történetesen ezek az emberek nem csak a kávét próbálják ki, hanem kipróbálják a táplálék kiegészítőket, vagy a fermentált élelmiszereket, vagy bármi mást, akkor onnantól kezdve abból is részesülsz a haszonból, pedig neked kávézód van, és nem bioboltod. Ne tévesszem meg, hogy az elején ezzel nem lehet milliókat keresni. Gondolj arra a sakkmesterre, akit a szultán meg akart ajándékozni ezért a játékért, és a sakkmester azt kérte tőle, hogy tegyenek az első kockába 2 búzaszemet, a következőben 4-et, és minden következőben az előzőnek a négyzetét. És annyi sok búzaszem jött ki, amennyi a császárnak az egész birodalmában nem volt. Szóval én a te helyedben nem maradnék ki ebből az üzletből. Ha pedig a mi csapatunkat választod a csatlakozásra, akkor tudunk még néhány tuti jó módszert mondani arra, hogy hogyan működik ez olajozottan. Hogyha nem akarsz lemaradni a következő videókról, akkor lájkold a Facebook oldalamat és iratkozz fel a YouTube csatornámra. Hogyha van egy kérdésed, akkor tedd fel nyugodtan hozzászólásban. Tarts velem és váltsunk azt ott együtt!